Hello, hello mindenkinek! Itt vagyok egy jó kis Just Chatting streammel. Itt van velem drága cuki egyetlen moderátorom is, aki hangban fog most csak részt venni, jelenleg nem játszunk semmit. Ha valakinek Hello, ez nem lenne hello! egyértelmű. Mizu Alexandra. Semmi, én is rajzolni fogok veled, csak én papírom. És az ugye nem fog látszani, de én is rajzolni fogok. Igazság szerint én már megrajzoltam azt, amit én Inktoberre szántam, ilyen kis cukin papír alapon. A YouTube csatornán látszik is. A YouTube csatornámon fent lesz sorba, illetve a TikTok csatornámon is. Az innen egyelőre nem elérhető, mert az olyan kis basic Még nem csinálta egyszerű. hozzá parancsot. Nincs is kedvem hozzá. Na, szóval az első szavunk az intro, Inktoberre, az a dream, az álom. Na nézzük, mennyire Szerintem lesz szépen álom ügyesen megcsinálni. lefordítottam. És most ugyanazt fogod rajzolni, mint a papírra, vagy az egy kicsit komolyabbat? Hát, hogyha azt megérné nekem ide fölrakni. Végül sem vagy jó. Köhögések várhatóak lesznek a stream folyamán. Igen, a stream folyamán várható fájdalmas elhalálozásom hangja. És a tüdőd sikoltozása a segítsége. Igen. Mivel? Na, Megfáztál. de Júj. most, hogy azért haladjunk is valamivel, akkor ez amúgy azért lesz jó, mert nekem egy ötletem sincs, hogyha nem azt rajzolom meg, akkor mit? Nekem sincs rank, hogy... Én is elővettem egy másik füzetet, nem az Inktober-eset, és elkezdek bele sketchelni valamit, hogy vázlatot, hogy mit kéne csinálni. Illetve nem tudom, hogy valószínűleg, akik majd nézni fogják, közületek nem sokan vannak, akik valaha is láttak már engem alkotni. Általában ilyen nagyon hülye ötletekkel szoktam elkezdeni. És abból alakul ki majd egyszer valami ötletnek kinéző. És ilyenkor kéne bevágni a múltkori rajzodat, csak mondom. Ez lesz az. Ez az. Oké, bevágtam. Köszönöm. Figyelj, az arcán kívül amúgy... Igen. Ilyen kis Egész nagyon jó. cuki. Remélem, ráközelítettél az arcára. Igen. Hát olyannak ismersz, Jó. mint aki nem közelít. Tudod, nálam még csak most... Oh, bocsánat, most közelítesz rá nálam. De mondtam, nem volt kedvem meg gépet kapcsolni. Majd akkor nem férek el az asztalomon. Hello? Hello. Ez nem tetszik. Ez nagyon nem tetszik. Igen, ilyenkor amúgy tök szívesen hozzászólnék, csak nálam még nem azt csinálod, amit igazából Igen, csinál. azt elhiszem. Én éppen próbálnék egy, minek hívják ott, egy képet megnyitni egy karakterről. Aha, nem válaszol. Hú, várjon a program válaszolására, vagy zárja be a programot. Szerinted? A sai nem válaszol? Igen. Ami nem mondtad el, hogy mivel rajzol. Ja, igen, painttal saival rajzolok. Amit amúgy nem így kéne állítani, de...
törődjön bele Tofé. mindenki, mert nem fogom máshogy mondani. Az a szomorú, hogy mivel így tanultam meg tőled, ezért én is így mondom. Aha, azt a rajzomat most hol kéne keressem? Na most melyik rajzodat keresed? A karakterem. De melyik? Kubucs. Ja, a Minecraft karaktered. Igen, csak ugye van róla olyan kép, ami így jobban van sikerülve. Ja, és ezt most megnyitod, vagy? Ki... Nehogy azt mondta, hogy kimásolod, mert sikítok. Nem szeretném, csak az a baj, hogy így meg ugye nem látszik semmi. Mivel... Miből? Mivel itt ugye nem látszik csak az, ahogy a főképernyőn rajzolgatnék, és azért úgy érzem magam, hogy a streamben úgy néz ki, hogy ilyen tök hülye vagyok. Oh. Vannak itt azért érdekes képeim. De azok nem látszanak most, hanem csak a videó Igen, az látszik, a nem? szerencséd. Az enyém? Vagy a tiéd? A tiéd. Miért az enyém? Azért, mert van olyan képem, amin rajta vagy. Jaj, akkor tényleg a szerencsém. Ne fedd fel a kilétemet. Nem szeretném. Szerencsédre a gépem se. Köszönöm. Azus, ugye? Igen. Köszönöm az usszán. Ezeket a cégeket szponzoroknak hívjuk. De nem szponzorál. Az Figyelj, részletkérdés. ha elnevezem, elnevezed a gépedet, akkor úgy fogom hívni. Jó, akkor legyen Sanyi. Jó van, köszönöm Sanyi szempály. Nem tudom, hogy hangzott hülyében. Én se, de nem is akarom. Pinterest. Saját lettek képek. Nem a képekben van. Asztali mentések. Van itt egy ilyen, ami skin, de nem tölti be a képet róla. De van róla videód is, nem, hogy azt rajzol. Igen, csak én olyat szeretnék, amit be is bírok illeszteni. És nem jövök rá, hogy hova mentettem el Nyisd azokat? meg a YouTube csatornádat, és screenshotold le. Nyisd le a YouTube csatornádat, vagy mi ez? Indítsd le a YouTube csatornádon a videót, és screenshotold le. Annyira még én sem vagyok. Hogy is fogalmazzam meg ezt szépen? Na hogy? Az a baj, hogy itt elakadt a magyar nyelvi ismereteim. Képek. Itt se azok vannak. Nem. Megpróbálkoztam vele, hát hogyha az asztalra mentettem ki. Hát, hogyha a képekbe mentettem be. Hát, hogyha a dokumentumokba mentettem le. Egyikbe sincs. Ez igen szomorú tény. A 00 szerkesztő mappában nincsen. A Miraculous-ben van egy olyan kép, amit nem merek felvállalni, mert azt ugye egy Miraculous-es alapra szerkesztettem. Ezt tudom. És azon is látszik az a tipikus fizikátlan rajzolási stílus, hogy a ruha az követi a testvonalát, függetlenül Hát, attól, hogy hogy áll feszülős. rajta a ruha. Feszülős, jó? Megvan, amit kerestem. Na jó, van, akkor Köszönöm, most amit csináljunk egy megkeresztem. ilyet, hogy
Pillanatra leveszem a fejhallgatót. Kifőd az orrod. De csak, hogy ne sikerüljön meg senki sem, amíg orrot fújok. Na jó van. Egy próbát megér. Nem. Nem ez az. Hát jól van. Hírd meg a Minecraftot. Ez mi? Ja, az a skinnek a rajza. Igen, egy olyan, amit terveztem. De még csak nem is az, amit használok. De az introban is benne van a kép valamelyik, ahol a... Mind a kettő benne van. Csak az a kérdés, hogy melyik mappában van. Akkor tényleg jobban jársz a piszk ki. Képernyőfotóz. 2022 publik? Publick? Nem, itt azok vannak, amiket kiraktam videók. Mi az, hogy nem rendelkezek a mappa eléréséhez szükséges engedélyekkel? Engedted meg magadnak, hogy lásd. Hogy lásd, hogy lásd. Oké, ebbe sincsen. Még az a szerencse, hogy csak te nézed, hogy mit alkotok itt, mert különben más már biztos, hogy elment volna. Ó, oh, még rajta van a matfatőr. Na, ha akkor ez az a is játszott. Melyik évben rajzoltam? Fasz. Na várjál, ez már egy pöttyet megnyugtatóbb. Megvan a 2020-as gépcsere mappám. Ebben konkrétan van olyan kép, amelyikben a Minecraft karakterem van a Minecraft játékon belül. Hasznos, hasznos. Jaj, na, ez pedig milyen jól nézett ki. Itt van a pixeles rajz alapú pliliumot rajzoltam. Van olyan pixeles rajz, ahol pohliliumot rajzoltál? Igen. Van egy olyan mappám, hogy ide tettem át. Oké, nem ez. Az még egy ilyen kóros történet volt. ...2021 mentései. Egyszer meg lesz. Nem. 2022. Ó! Megvan. Megvan. 2022 nevű mappámba. Na. És mivel gyorsabban bírtam megkeresni a minek hívjákba a mappáim között, ezért akkor jöjjön egy olyan, ahol.
Most azt be fogod éleszteni, vagy mit fogsz csinálni? Köszönöm, most nem kérek! Most nem kérek, de köszönöm! Rosszat illesztettem be. Nem, ez kell. Mit csinálta? Rosszat illesztettem be. Miért? Ez egy félkész volt, ami kellett egy megrajzolás alaphoz. Egyszer csak meg lesz. Ez jó lesz. Na, Ennek a rajznak az viszont. elkészítés videójáért látogassatok el YouTube, látogassatok el a YouTube csatornára. Igen, köszönöm. Kivéve aki YouTube-on nézi vissza, az csak Hát csak lapozom vissza az kevesebb. előzményekbe. Vagy jó fej leszel, és majd belinkeled. Tényleg lehetnék jó fej egyszer az életben. Mivel amúgy a karakteremnek van kapucnia, amit amúgy az összes rajzomról eddig lehagytam. Ezért most kivételesen nem fogod lehagyni. Vagy ismét lehagyod. Csak hogy biztos legyen. Mert ugye a karakterem az eredetileg úgy néz ki, hogy a hosszú haja az be van gyűrve a kapucnia alá. Szörnyű! Közben az, amit a háttérből beszélgetnek. Hogy van ez? Passz. Úgy néz ki, mintha valami kapucniszerűség lenne, hogy a haját csináltam meg, hogy gyűrődik. Na most hátulról rajzolod? Igen. És mire fog gondolni egy Endermanra, aki visz egy homokot? Igazság szerint akár gondolhat rá is. Nem feltétlenül vannak jó álmai az embernek. De ez most egy jó álom. De az álmodozás akkor most, nem? Nem feltétlenül. De olyan, mintha gondolná. Miért? Te hogy jelzed azt, amikor álmodik? Hát fekve. Szandja, mutatta az Időúrai című filmet?
Lidő urai. Lehet, hogy nem. Előfordulhat. Képzeld el, most lett 40 éves az a fiam. Akkor biztos, hogy nem. Egy 40 magyar nyelvű éves. skifi. Ilyen De eleve rajzfilm. magyar nyelvű, vagy fordított magyar nyelvű? Magyar stúdió csinálta, azt hiszem a Pannónia. Wow. Nem ismerem. És jó? Amikor én néztem, akkor nekem nagyon zavaros volt. Mikor nézted? Már nem most hidd el. Akkor nem friss az élmény, csak súlyos. Igen. És ez most hogy jutott eszed? Csak nem tudtam, hogy te ismered-e. Mert Nem, amúgy nem. csak érdekességnek, hogy 40 éves lett. És honnan tudod, hogy 40 éves valami? Izén láttad interneten? Igen, interneten feldobta. A Hát kérdése, hogy izé. vajon jól öregedette. Jól öregedett-e? Igen, tudod, van, aminek idő kell ahhoz, hogy beérjen. Mi lehet rosszul öregedni, meg jól? Nem tudom, láttál-e Ja. már idős embereket? Nem. Úgy nőttem, hogy sosem láttam egy idős embert se. Mi ez a kérdés? Hát van, aki jól öregszik. Én mondjuk valószínűleg nem fogok, de... Az is igaz, hogy én nem vagyok mesefilm. Hát, végül is. Ebben a kijelentésben látok igazságot. Miért néz Akkor ki úgy, jó. amit rajzoltam, mint egy... Nem is tudom, micsoda. Vannak problémáim. Művészeti jellegűek. Jelen pillanatban. Ne! Vissza! Tudod, mi a vicc? Na? A karakterem hátán ugyanúgy van Creeper logó, és eddig ez egy rajzomon se látszott. Látszott egyetlen már bármelyiken a háta. Nem. Azért Akkor mondom, hogy eddig kihetetlen, ha egyszer se látszik a látszott. logó. De a játékban, amikor Grimm... Ja, nem, akkor se. Mert a játék nem látszik hátulról, csak hogyha kiközelítesz magadból. Igen, akkor egyszer-egyszer látszott, de annyi. De nem nagyon közelítesz ki magadból. Néha, amikor köszönök, akkor. De akkor is szemből látszik a karid, nem? De a váltáshoz ugye mind a három szöget kell, hogy visszakerüljék utána az eredetibe. Piszkál a fülem. Belül. Bocs, ez nem tudom, honnan jött. De valahonnan milyen legbelülről tölt fel. Ez a nem tudom honnan jött, de nem is biztos, hogy akarom tudni. Biztos, hogy nem. Ez így nem jó. Nem tudom, mi a probléma, én még csak a vádlatnál tartok. Mondjuk az enyémet soha senki nem fogja látni, szóval... De én. Még te se. De hogy nem, átmegyek, megnézem a rajzodat. És? És mi? Annyiról volt szó, hogy senki nem fogja úgy látni. Azt mondtam, átmegyek, azt megnézem, nyugodj meg. Ha nem küldöd el. Nem, mert örökre eltüntetem.
Hát, hogyha ilyen hülye vagy, akkor ez a te bajod legyen. Miért? És ha nem tetszik? Honnan tudhatnám, hogy nem tetszik, hogyha nem láttam? Egyébként meg De ha hülyeség nem... eltüntetni egy rajzot. Miért? Na, azt mondtam. Nem jelent semmit, hogy azt mondtad. Neked. Van ilyen ember, aki ad a szavamra, képzeld el, a munkahelyemen egész sok. Hogy hogy fordulhatott elő, azt nem tudom, de... Vagy valamit nagyon jól csinálsz, vagy nagyon rosszul. Vagy ők nagyon rosszul. Azért minden a haladokat csinálok ám valamit, nagyon kis. Na, kész a vázlatom. Annyira szomorú ezt kijelenteni. Nem értem miért. Hány perc után? 28 perc után. Legalább végre kész. Már csak át kell vinni a lapra. Lehet, hogy az a része nem is kell amúgy. Ez úgy nem illik oda. Viszket a fülem. Szerinted van már egy telefonomon úgy fotózni? Mit tudom én, töröltél róla Van. bármit? Aha, egy alkalmazást, egy kollás készítőt. Megérte azt tartogatni, biztos sűrűn használtad. Igazából csak le volt töltve, használtam, majd kitöröltem. Kétszer használtam, miért kitöröltem. Arra csináltad az évfordulós képeidet? Meg az unokatesomnak a szülőnapjára. És most kiderült, Lecseg a szép. hogy párkapcsolatban élsz. Dum-dum-dum. És van unokatestvérem. Dam, dam, dam. Csúnya lenne, ha nem lenne egy se. Miért? Én is egy kell vagyok, a szüleim is lehetnének azok. Mert így még tudnak azon gondolkozni, hogy én esetleg valamilyen rokoni viszonyodban vagyok. Ki tudja? Nem fedem föl a kilétemet. Jó, én se. Sose láthatja meg senki az arcomat. Szóval akkor átjössz majd Halloween-i tök faragós streamre? Aha, de veszek fel maszkot. Tudod, fölülre azt a izés maszkot, azt a csontvázat, alulra meg a keneki maszkot, jó lesz? Semmi sem fog belőlem látni. Nekem És igen, még a te nem fogsz szemfelőt kapni is levegőt, nem én. fölteszem. És még a szemfelőt is fölteszem, hogy csak egy szemmel lássam, amit csinálok. Biztos, hogy elvágja a kezem, tudod. Hát, oké. Mentők telefonszámát készítsd be. Jó. Meg az első segélycsomagot. Én bekészítem, hidd el. Legyen nálad steril gézlap, meg ilyenek, jó? Stabil. Steril. Valósnak hangzik. Mi a steril gézlap? Aha. Ezen ennyit gondolkoztál? Ja, nem, közben keresek. Lapnémítása. Helyezges. Lap némítása? Aha. Nem, mit csinálsz? Azt nézem, hogy valahol látszik a Á! karakterem háta. Felakadtam a rajztáblába.
Tudod, Majdnem most borult az összes másik. azon gondolkozom, hogy kék színű, vagy fekete színű a hátán a Creeper logó. Fogalmam sincs. Mindig olyan messze állsz el azt tőlem, hogy nem látom a hátadat. Se. És mivel eltévedek, ezért általában szemből szoktak látni, amikor jössz megmenteni. Itt meg gyémántszedben van a karakterem. Lép be az éve. Minecraft-ba is nézd meg. Az lesz. Az, hogy előbb jutott eszembe, hogy visszanézem valamiből, mint hogy megnyissam a launchert, az meg más kérdés. Miből nézted vissza? Egy Steamből. Streamből. Igen, amikor éppen megfordult a karakterem, tudod, hogy így mutassam azt, hogy hogy néz ki távolról. Már kívülről a karakterem. Mikor voltál a Démon páncélban? Ez egy régebbi. Ez amúgy konkrétan egy videó volt, az egyetlen olyan videóm, amit ténylegesen meg is vágtam. Skins. Fekete. Jó tudni. Ó, de jó, és így tudom nézni azt is, hogy hogy állnak a karkötői. Az előbb is eszedbe juthatott volna. Az előbb is eszedbe juthatott volna. Én mondtam, nem? Nem. Hát már annyira rajzot kerestél. Nem akartalak megzavarni ilyen infókkal, hogy... Rajzot biztos, hogy nem kerestem. Hát de a karakteredre, ami be van oda vágva oldalra. Igen, azt a színek miatt kerestem, hogy ne kelljen újra kikevergetni. Alusta mindenet. Hát na, mindannyian mások vagyunk. De a karakter... Mi az a karkötőjének a színét ki kell keverned? Ó! Nem is kellett volna a karkötőivel foglalkozzak. Az egyik kezét így emelt föl, és akkor kelleni fog. Ki Az a az, aki helyzet, állva alszik? ha megnézed amúgy, jó, picit feljebb vittem azóta, de ha megnézed a vázlatomat, akkor a karakteremnek amúgy így el van biccentve a feje, hogy ő alszik, csak a De hajától nem legyetek az eszközök. látszik. De a Minecraftban mikor van olyan, amikor állva alszol? Nem a Minecraftban. Én tudok elaludni ülve. Mert amúgy ő ülne. Ismerlek. Jó, állva is el tudunk aludni, az más kérdés. Végül is. Bárcsak ennek ellen tudnék mondani. Bár csak. Na. Nézzük. Én meg bezzeg az ágyamban nem tudok elaludni. Jó, egy specialitásod. Az álmatlanság. Tudod, álmatlanság, szorongás, csak ilyen átlagos dolgok. Csupa olyan dolgok, amikkel minden nap küzdesz. Barátok. Rendszeres barátaim. Ja, azt hittem, hogy most sem gondolsz. A szorongással kapcsolatban? A dolgokkal, amikkel rendszeresen küzdesz. Jó, hát nem küzdök. Tudom, általános óta nem küzdök én senkivel. Velem meg az pláne. Ja, azóta büntethető vagyok egyébként. Hát, amit velem tettél, azért kell is. Kikérem magamnak. Én aztán nem tettem semmit. Én mint a diák voltam. Tanultam. Tanultam, és még többet tanultam. Ó, és tanultam is. Meg Barbie-bobáztam. A kérdés is bárkinek, hogy mi a sikertitka, akkor ez. A Barbie-bobázás vagy a tanulni? Ezt mindenkire rábízom, hogy hogy látja. Titkon a sikertitka a Barbie babázás.
Ezért lett sikerfilm. Ja, igen. Miért az lett? Nem se tudja, csak mondtam valamit. Tudod, egy csomószor van, hogy erre szavaztam is figyelem. Szellőztetted Azért a vagy velem. gyomrodat igazából? Azért vagy Azért velem, hogy legalább beszélgetek valaki veled. figyeljen rá. Úgy, én is el szoktam felejteni, mit mondtam. Azt hittem, azt mondod, hogy én mit mondtam. Néha azt is. Néha próbálom csak a gondolataimat számon tartani, de azt is elfelejtem. Mondjuk egyelőre most próbálok alkotni egy asztalt. Egy álmokkal teli asztalt. Oké. Az is ugyanaz a dream szó, Elképzel. ugye? Micsoda? Az is még ugyanúgy dream szóval van. Igen, egy álmokkal teli asztalt. Hát, Amúgy igazán rám szólhattál volna. hogy? Hogy az álom az a dream, viszont hogyha rémálmat rajzolok, az már nightmare. Igen. Szóval az már másik szó lenne. Igen, de nem akartam kötözködni. Igazad van, cserébe akkor kapjam meg kommentekbe, hogy ennyire hülye vagyok. Javítsa. Figyelj, én lefordítottam a listát. Innentől már nem az én felelősségem, hogy mit csinál. Alszom. Azt tudod, már az egyéni szociális probléma keretei közé tartozik. Köszi. Én is tudtam, Az hogy alvás. számíthatok rád. De figyelj, tagább tudsz aludni? Annyira alszol, hogy már másodjára rajzolod le az álmot. De legalább a kis felhőbuborékéd aranyosak. Köszi. A kicsik. Nálam még nagy nincs. Nálam még most rajzolod a nagynak a felső részét, hogy azt mondhassam, hogy buborék. Kicsit le vagyok maradva. Oké, most fejeztem be az évetőimet. Annyira nem vagyok úgy most lemaradva akkor. Jó, az álmám még ráérek gondolkozni. De béna vagyok. Az első lépés, hogy felismerted. Köszönöm, tudtam, hogy te majd megvigasztalsz. Azért kapom, mert nem mondtam el, hogy az álom az nem rémálom. Nem, azért még kapni fogsz. Én mondtam, én lefordítottam az egész listát, ennél többet már nem tudok tenni. De rám szólsz, hogy fordításban ez külön szónak minősül.
Légy szíves, ha az eredeti Inktober szót akarod használni, akkor ne rémámot. Inktober szín. Szó. Ja, színt hallottam. Akkor kérlek szépen, ne rémálmokat rajzolj. Köszönöm. Hogyha az eredeti Inktober listát akarod követni. Amennyiben ettől el szeretnél térni, nyugodtan tégy úgy. Akkor csalá. De bármit is mondhatnék, mert eredetileg úgyis már az Inktober-es rajzot készom. Igen. Csak a fél pár zoknimat találtam meg. Nem mindegy. Most hittem, Hogy most ez nem mindegy, jobban hogy... halad? Tessék! Na jól van, akkor kapsz egy kis időt, hogy beérhess. Szeretnél addig beszélgetni a csettel? Nem. Jól van, akkor egy 5 perc pihenés. Úgyhogy addig sziasztok! Hello, hello mindenkinek, vissza is érkeztem közbe. A pauz logót ki is szedem, és már folytathatjuk is a kis rajzolást.
Na, most az a kérdés, hogy kedvenc moderátorom itt van-e? Szandi? Beszélek már 2 perc, de le voltam némítve, ne foglalkozz vele. Keresem a Szia. papírt. Akkor jó. Már nézek a saját, hogy vissza tudok kerülni. Ha már úgy is kívánok. Amúgy alá kell írjam, hogy tény, hogy sokkal egyszerűbb digitálisan rajzolni. Relatívan. Vannak inkább, úgy mondanám, hogy vannak könnyítő eszközeid, rajzolás könnyítő eszközeid. Nem értem, mire gondolsz. Hát, hogyha valami nem tetszik ott, ahol van, akkor arrébb tudod mozgatni. Én megnézem, hogy a vázlatomon az egyik részét azt lejjebb rajzoltam, mint kellett volna, és fölnyilasztam, hogy legközelebb jó helyre rajzoljam. Meg ahhoz, hogy nekem ilyen egyszínű legyen a kék, ahhoz nem tudom, mennyit kell színezgetni vele. Megismétlem, nem értem, mire gondolsz. Pontosan ezekre. De azért szerintem van olyan szempont, amiből nem, tehát amiből nehezebb. Nekem Hallgatom. például nehezebb. Nekem nehezebb amúgy. Én sokkal jobban szeretem, ha ceruza van a kezembe, és azzal csinálok valamit, tehát azzal rajzolok, mint hogyha... Ez a múltkori betehetem mondatod után. Nem azt mondtam, de hasonlót, igen. Nem ismétlem meg, elég volt egyszer véletlenül. Elszólni magad? Nem elszólás, jogos volt a kijelentés abban az adott szituációban, csak, hogy is mondjam, félreértelmezhető maga a mondat, kiragadva a szövegkörnyezetből. Jaj, de Igen. cukin megfogalmaztad. Szépen fogalmazok. Szeretjük a magyar nyelvet, próbálunk szépen fogalmazni, de igen, egyébként pontosítunk Faber-Castell 2 per 1 2 HB-s grafit ceruza. Német. GRIP 2001. Bármit is Mindjárt jelent ez a része. lenémítelek. Miért? Nekem itt ne szponzoráljagass. Ingyen meg pláne ne. Mi az annak számít egyáltalán? Nem tudok halat rajzolni. Te mit álmodsz? De... Halat. Vadacs, milyen falat? Szemszájnak kellemes. Egy. Most meg azért leszünk jelentve, mert hogy idézünk művekből, és nem szabad. Akkor inkább éneklek, azt senki nem mondhatja, hogy miből van. Igen. Amúgy mit szabad és mit nem szabad mondani per énekelni per bármi? Őszintén, fogalmam sincs. Ez attól is függ, hogy miről van szó. Mert ugye az animéket például konkrétan nem hogy vetíteni se lehet, de például vannak olyan cégek, amik közölték, hogy csak úgy lehet, hogyha például ugrálott mellette két anime csaj, úgy lehet bevágni videó jelenetet. Miért kell, hogy ugráljanak a német sajok? Hogy ténylegesen az nem az a felhasználási mód, hogy ő ott konkrétan a részt akarja mutatni. Értem. Amit amúgy valahol meg is értek, mert ugye ez szellemi dolog, hogy ők megcsinálták, megalkották. Hát mondjuk igen. Azért egy animét megalkotni, ez nem 5 perc, ezt... Meg gondolom nem kis pénz. Igen. Maguknak az animátoroknak, úgyhogy persze, hogy mondjuk úgy jogos elvárás. Hogy ne lapja el senki se a tartalmad. Körülbelül. Mindjárt 3 óra, az megvan? Jó, majd ránézek akkor, hogy hogy mennek a vonatok. Nekem még minden sikítozni fog az ébresztőm, amúgy azt hiszem 3 órára beállította. Ezt lehet kikapcsolhatnám, mi? Hát, ahogy érzed, én nem erőltetem, hogy kapcsolt ki.
Majd úgyis nem Akkor az sokára megszólal besütítsem. és kinyomhatod. Hát állítom. Fél órával későbbre. Őszintén, csak azt várjuk meg, hogy én rajzoljam meg a dolgokat, mert akkor hamar megleszünk. Nem. Hiszem, én is ezzel közben. Figyelj, minden esetre én most ott tartok, hogy én meg vagyok frissüködve, meg vannak a cuccaim, úgyhogy bepakoltam a táskába, nekem csak át kell öltöznöm. Elvileg. Akkor jó. Csak fogalmam sincs, hogy Hogy mit veszel mennyire föl? lesz hideg. Hát a ruha az marad az, ami eddig. Fekete. Jó, Minden ha ezt fekete. te meg a színek. Rajzokon használok színeket. Jó, a rajzokon, de azok nem az élet. De Színek nem nekem az életed életem a rajz. részei. De a rajzolás igen. Rajzolás nélkül élni se tudnék. Ez a kijelentés nem feltétlenül jelenti azt, hogy tudok is rajzolni. Fontos információ. És azt, melyik mappába találtam, nem olyan régen. Mit? Volt egy olyan, amit én szerkesztettem, ilyen csillagos ég volt. Csak nem Az tudom, ott a melyik háttér? mappába. Nem színezted ki amúgy a kapucnit, tudod? Meg az ujja alját. Az ujja alját. Ujja alja szegőt. Van egy olyan mappám, amire azon ír, hogy nem lesz ebből semmi. Mi van benne? Semmi. Most komolyan üres? Őszintén, lehet, hogy üres, lehet, hogy nem töltötte be. Ez valahol mélyen fáj. De lehet, hogy csak simán már semmi lett belőle. Semmi sem. Tam, tam, tam. Még ott se az igazi az. Hol rajzoltam? Följebb kéne egy picit. Látod, ilyen pillanatokban biztos, hogy egyszerűbb digitálisan rajzolni. Amikor tök szépen megrajzolom, de nem jó helyre. Na jól van. Nem találod a csillagos egedet? Nem. Akkor csinálj egyet. Az lesz. Legalább benne lesz a videó, hogy hogy kell csillagos eget csinálni. Köszönöm, most annyira Vagy inspiráció. megvigasztaltál. Köszönöm, most teljesen megvigasztaltál. Adj inspirációt a csillagos éghez. Neked? Igen. Miért nem rajzoltok csillagos eget? Meg halakat? És a csillagos égbe rajzolod most a halakat? Dehogyis. Akkor Bár jó. felmerült bennem a gondolat. De aztán végül elhesegettem. A másik
Rajzfüzetem. Majdnem megöltem a telefont. Áó. Ez a tavalyi inktober. Megvan ez. Láttam a coklit. De újra mocsi. Csak olyan pokkal. Most már visszaakasztom. A jóba. Most árnyékot csinálsz? Igen. Jakó. Ki kéne hegyezni egyszer az önt? Vagy kicserélni egy olyan, aminek van hegye. Lassan olyan tompa, hogy nem tudok vele vonalat húzni. Ez majdnem kettőbé is lett. Aztán átírták az ába. Nem csak én vettem észre, hogy nem azt akarom. Amúgy ilyenkor te is nézőnek számítasz? Úgy tudom, igen. Úgy vagyunk összesen ketten.
Amúgy tervezel majd még másik rajzokat is, amikor éppen szabad napon vagy streambe csinálni? Vagy ez ilyen egyszer és megismételhetetlen csoda volt? Őszintén amúgy ténylegesen tök jó lenne. Ugye mindent ezt határoz meg a szabadidő. Persze azért kérdeztem úgy, hogyha nem dolgozol éppen aznap. Aha, gyorsan nézzünk akkor rá egy vonatmenetrendet, ha már a szabadidőt beszéljük. Ja, ma már 3 óra van. Igen, megígértem ugye, hogy 3-tól megnézem, hogy Késnek-e? mennyire késnek a vonatok. Itt soha nem az a kérdés, hogy késnek-e. Mávról beszélünk. Az a kérdés, mennyit. Jogos. Jó, most csak egy vonatra rak, 1 perc késést. Hát jó. Úgyhogy kivételesen jók leszünk. Reméljük. Végre kipróbálhatom a radírceruzát. Tegnap óta várok el a pillanatra. Ez így olyan, mint hogyha ez a tegnap óta várok erre a pillanatra, nem túl nagy súlya rendelkezik. Igen, egy Nem? picit elveszi az élét. Jó, tegyük hozzá, hogy csak azért, mert tegnap sikerült beszereznem. És ezt is egy kicsit nehezen, mert alig találtam meg, hogy melyik az. De amúgy várjál, nyugodtan néven nevezhetem a gépedet, mert fönn van az adatok között a számítógéped adata, nem? Nem, tényleg. Nem adata. Hát a neve. Szia, mama. Köszönöm. Puszilom én. Most nem adom át, ha nem baj. Nem. Még egy dolgot. Bocsánat, hogyha ez hallatszott, beakadt a fejhallgatónak a Egy mikrofonja pici a papírnak a koppanás szélébe. hallatszott. Összeakadtam a papírra. Összeakaszkodtatok? Aha.
Hát jó. Kicsit közelebb hajoltam a füzethez, mint kellett volna. Mint tervezted? Igen. Gondoltam, hogy összeérünk. Mondom, hogy a rajzolás a lételemem, de azért annyira nem, hogy egyé váljak a papírra. Pedig. Nem lettne meg, mi? Hát ez az. Ó, én. És nem fejezem be a mondatot inkább. Ó, te. Ó, én elrontottam. Így? Nem akarok lábat rajzolni. Jó, ez arra írt össze. Megérte azt a 690 forintot. 690 volt. Egész olcsón megúsztad. Egy darab, igen. És van belőle kettő. Egész olcsón megúsztad. Főleg, hogyha olyan ajándék van. Úgy meg aztán pláne olcsón megúsztad. Na jó, tetszik ez a rajz eddig. Meg a tiéd is. Milyen baj? Elsőbb a gerinc oszlopom. Nem tudom, Miért megvan-e, hogy jelenleg kapaszkodok mi mit mindig a rajzolok. másik füzetembe? Micsoda? Nem tudom, megvan-e, hogy jelenleg mit rajzolok. Szerintem az eget, nem? Aha. És küzdök vele. Recseg, ropog a gerinc oszlopom teljes hosszában. Féltére hosszára recsegsz? Aha. Olyan agresszív hangja van. Minek? Kettő ilyen radírcorozát vettem, és különböző szilárdságú a hegy. Tehát az egyik ilyen puhább, mint a másik. Igen. És a másikat is kipróbáltam, és olyan furi volt a hangja, hogy így sikimikizett a papírom, vagy hogy mondjam. Ha ez itt ül, itt a szék, itt a derék, itt a csípő alja. Innen indul a láb, ide megy, ide jön. Mit érdekel? Én is törökülésbe ülök a székbe. Jelenleg is. Ha nem baj, most nem nézem meg!
És a baj? Akkor úgyis kileszek zavarva. Akkor úgyis kileszek zavarva. Ez így mondjuk nem lesz. Már is jobb. Köszönöm, szerintem is. Mondjuk most éppen azt látom, hogy Z betűket színezel. És a hátteret rohadtul nem láttam, hogy milyen lett, úgyhogy tök jó. Figyelj, a lényeget látod? Az Z betűket. Hát dream a feledet. Szóval amúgy, hogyha rajzoltál volna pár darab Z betűt, az is elég lett volna. Dandival. Az én lelki békémnek, bőven. Csak az enyémnek nem. Nem, az én bajom, ha másnak nem tetszik az alkotásom. Nem azt mondtam, hogy nem tetszik, csak... Érted, na. Csak de. Nem. De. Nem. Ne De. forgass ki a szavai. De. Ne forgass ki a szavai. Ne forgass ki a szavai. De. Mindenkinek Ne. kell egy hobbi. És neked az, aki forgatod a szavaimat? Nem feltétlenül a tiédet, de ugye lesz az emben mindenkiét. Zusammen. Genie. Ja. És majd most jön mindjárt az a rész, amit a legjobban várok, a mi legyen az álma. Hát, ha Minecraft karakter lennél, miről álmodnál? Őszintén. Tudod, jó, hogy én építeni szoktam a Minecraftban. Leginkább arról, hogy kreatívba legyek. Rajzolsz egy építkezés közben lévő házat? Ez túl direkt lenne, nem? Lehet.
Malteros lapátot, kőműves eszközöket. Crafting table-öket szerte a világban. Na, az nem állom. Az a valóság a játékaimban. Nekem kész, már csak az a baj, hogy fekete-fehér. Amúgy ennek eredetileg nem az lenne a lényeg, hogy fekete-fehér rajzokat csinálj rendesen tintával. Hát de nekem annyira fekete-fehér, hogy Hogy még fekete sincs benne. Értem. hogy ceruzával van rajzolva. És Amin azért változtatni kéne. azt kell mondjam, ez az álombuborék nagyon előtt a képvilágtól. Mivel nem látom csak azt, hogy még az álombuborékot csinálod, Mindjárt és látni nem láttam fogod. még a hátteret se, hogy néz ki. Így nehéz. Ó, oh, Mindjárt látni köszönöm. fogod. Igen, eléggé furi, olyan nagyon fehér. Talán a pici buborékokat egy picit ilyen átmenetesen a nagyon fehérből picit így sötétíthetnéd legalább a legkisebbet. Vagy nem? Vagy akkor meg nagyon beleolvadna? Jaj, de Figyelj. fájok. Én figyelek, csak le vagyok maradva percekkel. Most figyelnem kell valamire? Aha. Oh. Max ennyire tudnám. Ez ugye amúgy jól néz ki. Kicsit talán kevésbé jut durván el, nem? Pillanat, és jövök.
Hú. Hű. Meg az még hozzám képest is, Gagyi.
Hali? A fülem. Hm? Ciao. Mizu? Mesélj, miről maradtam le? Semmi különösről. Próbálom összerakni, mit kéne rajzolni. A többiről, amit meg lemaradtam, az visszanézhető lesz a YouTube csatornám. Ja. Vagy itt a Twitch-en. Jogos. Amúgy ezt felrakod YouTube-ra? Szeretném. Van egy maréknyi fekete tűfilcem. Különböző méretű hegyekkel. Melyiket kéne használni? Jézus. Milyen vastag lehet a 0,8? Köszönjük. Vezöld Nem is egymás mellé a kösz. 0,5-öst a 0,3-assal. A között nincsen. A 0,5-öst a 0,03-assal, vagy a sima 0,3-assal? A sima 0,3-assal. Miért? Mert 5-nek 3 az 8. Köszönjük, Emese. Oké, amúgy 0,3-tól már tűfilcnek mondanám, előtte elég vastag együttünk. Kéne egy kettő. Ez becsipogott? Mi csipogott be? Hallottál csipogást? Nem. Mindjárt 4 óra. Mi van a vonatokkal? Amikor utoljára néztem, rendben voltak. Rendben vannak még. Köszi. Fel lehet ismerni, hogy mi akar ez itt mellette lenni? Még nem ott tartok, ahol te. Csákány. Oké, akkor fel lehet ismerni. Úgyhogy még le se rajzoltad teljesen, még úgy is. Oké.
Na jó, én ezt nem fogom tudni most már befejezni. Elsietni pedig nem szeretném. Elég Úgyhogy jó is az. mi elsietni? Aha. Nem tudom, Amikor speedrunba kifértel valahogy rajzolsz. annyira nem vágyom. Micsoda? Amikor speedrunba rajzolsz. Hát lehet, hogy táblán vicces, digitalizáló táblával meg gépel, ahol van visszavonás, de én a szépen megrajzolt kis vázlatomat nem szeretném ezzel elhatni. Azt mondjuk elhiszem. Mert vázlat szempontjából tetszik. Tegnap a vonaton ezen gondolkoztam, hogy hogy rajzolj. Meg most már, hogy közeledik az időpont, hogy lassan indulni kell, de meg a kezem. Amúgy valamennyire lehet érteni, hogy mit akar a csaj? Hogy mit álmodik? Egy fiút, aki építkezik, vagy saját magát gyerekkorában? Az 5 órás vonattal megyünk, 4-kor abba hagyom a játszást. Ami rajz. Az ugyanaz a nyelven. Csak én fáradtam ilyen részletekkel a családomat, hogy pontosan mit, hogy és miért csinálok. Igen. Szegény családom. És ha már úgyis lelőtted párkapcsolatom. Ha már úgyis kiderült ez a sötét titok. Szerintem annyira nem sötét. Ja, most nem a De ezt szeméről azt tegyük. beszélünk? Micsoda? Vagy most nem a személyről beszélünk? A személy egyáltalán nem sötét. A titkaim a sötét. Picit úgy néz ki, mint valami gyerekkori álom. Igen, azért mondtam azt, hogy gyerekként, amikor épít a kockát, lerajzol, vagy izé Steve-ről álmodik, aki építkezik. Arról álmodik, hogy Steve-vel építkezzenek együtt. Steve-nek barna a haja amúgy. Úgy emlékszem, igen. Csak kérdezem. Igen, fogalmam nincs. Mindjárt megyek! Csak az utolsó simítások. Ja, vicces, Szanyi, azt mondtam egy pudingot enni. Mindjárt megyek én is. Micsoda? Azt mondtam Még egy egyszer? pudingot enni, megyek én is, hát. Ilyen kérek elnézést. Így. És olyan, mint amúgy egy gyerekkori rajz, amikor így kisgyerekként próbálod kirajzolni, hogy mi micsoda, és kiszínezni. Főleg azért, mert mindjárt idő van, és ez egy gyorsan színezze. Nem, amúgy én ezt tényleg ilyen álomszerűen akartam, hogy nincsenek benne éles vonalak. Csak egy kérés. Azért a háttérnek adj valami színt, és ne fehér maradjon. Szandi? Miért nem tetszik? Micsoda? Így rajzom. Nem tudom, olyan fura, hogy fehér a háttér. Jól van. Legalább olyan nagyon világos Minecraft kék legyen. Nagyon Tudod, világos Minecraft kék. emlékszel a régi művészeti órákra? Hogyha fehérre hagyod, akkor olyan, mintha nem fejezted volna be. Ezért Egy. a fehér falakat, meg fehér részeit is ki kellett festeni fehérre. Emlékszel?
A logikát ott se értettem teljesen. Én továbbra is úgy gondolom, hogy direkt akartak kínozni minket. Na, most jobb a lelki békédnek? Igen, köszönöm szépen, már sokkal kellemesebb. Jó, akkor nekem ennyi volt az Inktober. Első napja az álom. Azt hittem az egész inktober. Igazság szerint, szerintem én így az alapfokú művészeti vizsgámat ismételtem mondom, vissza is adhatnám. Úgyse látszik. Miért? A karakter egész jó lett. Szerintem. Mondjuk Meg a szerintem Steve is csillagoség. egészen felismerhető lett. Én felismertem. Annyi, hogy a cipőjét nem rajzoltam rá, de hát ez van. De lényegében Gyerekrajz. amúgy a karakterem az azt támadja, hogy azok a boldog békéidők, amikor mással együtt játszhatott. Most meg ugye egyedül Ezek a van a boldog szép sötétben. napok. A szomorú. Bocsánat, hogy beleszipogtam a mikrofonba, de muszáj volt a hangulat kedvéért. Egy kérdés még. Igen. Amúgy YouTube-ra képet is lehet így izébe föltölteni, nem? Igen. Beszélgetős részre. Igen. Hogy nem? Akkor ezt föl Lehet. is töltheted akár, nem? Igazság szerint van 5 követőm, és az 5-ből egyik se azok alapján, amiket így a közösségi médiában osztok meg, jelentkezik, hogy jöttem nézni. Az egyik ebből te vagy. Hát épp az én hadd örüljek már. Jól van. Na, jól van. Köszönöm mindenkinek, aki ezt egyszer valahol a világon megnézi. Szárcsi van, puszcsi van. Úgyhogy, adjé, Meg au revoir, csőcsumban. a santé. Sziasztok! Na, és most, hogy a Madi is elköszönt, akkor sziasztok!